Köszöntöm nézőinket! Ez a Pápa Városi Televízió híradója hétfőn. Megkezdődött az önkormányzat 2023-as költségvetésének tervezése. A Városházán zajló tanácskozáson a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a polgármesteri hivatal osztályvezetői és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, valamint pénzügyi szakemberek vettek részt a nap első felében. A maratoninak ígérkező értekezlet elején abból kellett kiindulniuk a résztvevőknek, hogy a most ismert számok szerint a városnak 7 milliárd forint körüli bevétele és 8,5 milliárd forint kiadása lesz. Ezt a másfél milliárd forintot kell menedzselhetővé tenni, közölte a tanácskozás első szünetében dr. Áldozó Tamás polgármester. Ma a reggel kezdődött és 18 órás híradónk idején még javában tart a Város 2023-as költségvetésének tervezése. Próbáljuk felmérni a 2023. évi költségvetési évnek a kockázatait. Egy olyan bizonytalan helyzetbe kell a gazdasági folyamatokat előre látnunk, amilyen bizonytalan helyzet a rendszerváltás óta itt a közép-európában, a világgazdaságban, a magyar nemzetgazdaságban még nem volt. Az első ismert számokról a városvezető így nyilatkozott híradónknak délelőtt. Pontosan fel tudjuk mérni nagyjából azt, hogy mekkora bevételre számíthatunk 2023-ban, ez hozzávetőleg 7 milliárd forint, és azt is látjuk, hogy az előre kötelezettségeink, amik nagyon minimális fejlesztést tartalmaznak, illetve az intézményi gazdasági társaság igényeink ebben a pillanatban pedig 8,5 milliárd forintot tesznek ki, másfél milliárd forint a különbség a, a az igények és a lehetőségek között. Ennek a mai napnak arról kell szólnia, hogy egy olyan megoldással tudjunk este fölállni, ami ezt a másik milliárd forintot menedzselhetővé teszi. A városvezetés kapacitás csökkentést, feladat elhagyást, gazdálkodási szigorítást és bevétel növekedést eredményező intézkedéseket tervezett megoldásként. Először az önként vállalt feladatokat vették sorra, így délben már kicsit közeledtek a számok egymáshoz munka kezdetén mindig azt tesszük meg, hogy a nagy, nagy rendszereket nézzük át, például mennyire bátran tervezhetünk a milyen, ugye ez nem azt jelenti, hogy úgy lesznek, mert ez ilyenkor már fel sem merülhet. Ezeket pontosítottuk. A központi költségvetésből még remélhető korábbi években rendszeresen érkező forrásokat prognosztizáltuk, hogy azok mit jelenthetnek, illetve a két nagy szervezetünk, amely önként vállalt feladatokat is ellát, a Pápai Sport Nonprofit Kft. és a Pápai Platán Nonprofit Kft. költségvetési tervezetét, üzleti terveit néztük át, és ezekből az következett, hogy akkor most egy olyan 550 millió forint tudtuk csökkenteni a másfél milliárdos ö, ö, hiányt. A költségvetés tervezés délután a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények áttekintésével folytatódott. Késő délutánra újabb 210 millió forintos kiadás csökkentési lehetőséget találtak a város költségvetésének összeállítása során a polgármesteri hivatal az intézményvezetők és a városvezetők. A Pápai Városi Ovodák és a Pápai Város Társaság Kft. idei büdzséjének terveit tekintették át, majd az Egyesített Szociális Intézmény pénzügyeiről tárgyaltak. Dr. Áldozó Tamás polgármester az értekezlet szünetében arról adott tájékoztatást, hogy az óvodánál 60, a VFT-nél 150 millió forint megtakarítási lehetőséget találtak, így a másfél milliárd forint helyett 17 órakor már csak közel 800 millió forint hiányzott a város költségvetéséből. A városvezető kiemelte, az intézményeknél karbantartásra lesz pénz, de saját forrású fejlesztésekre nem, és az idén a kötelezőn felüli béremelésekre sem jut forrás. A költségvetés tervezése tovább tart, várhatóan késő estében nyúlóan tanácskoznak majd a városházán. A 80 évvel ezelőtti Doni áttörésre emlékeztek vasárnap a pápaiak az Eszterházi út végén lévő második világháborús emlékműnél. Pusztai Levente, a Pápai Huszár Egyesület tagja, az utolsó pillanat felvétel című 1942-ből egy ismeretlen katona költőtől származó verset mondott el a magyar hadtörténelem legnagyobb vérveszteséggel járó eseményére Mátyás Botont Hunor főhadnagy az MH47. bázis repülőtér kommunikációs tisztje emlékezett. A beszédet követően az emlékműnél a jelenlévők elhelyezték koszorúikat, és gyertyát gyújtottak, tisztelegve az áldozatok emléke előtt. A Pápai Szakképzési Centrum Acsádi Ignác Technikum és Szakképzőiskola új lehetőséget hirdet felnőttek számára. Február 1-én indul a másfél éves szakácsképzés az intézményben. Várják az érdeklődőket a keresztfél éves, szakképzettséget nyújtó, másfél éves ingyenes felnőtt képzésre. Jelentkezni elektronikus úton és személyesen is lehet. Az acsádi felnőtt képzésében vannak hagyományos szakmák, mondta az intézményvezető. A kereslet kínálat függvényében indítják ezeket hagyományosan ugye a villanyszerelő, a hegesztő, a burkoló képzés, ami ö, működik, és ezek mellé indítottuk el a tavalyi évben a szakács szakmát, ami most február elsőjével egy új csapattal újraindul, van még lehetőség a jelentkezésre. Február 1-én indul a képzés, mely másfél éves, hetente három alkalommal délutánonkénti elfoglaltságot jelent. Ajánljuk azoknak, akik esetleg már olyan helyen dolgoznak, ahol lehetőség van előrelépésre. A szakma megszerzésével látjuk azt, hogy eléggé hiány szakma jelen pillanatban, sok helyen hirdetik a szakácsképzést. Illetve a hobbi szakácsok számára is jó lehetőség ez a képzés, tette hozzá az intézményvezető. Fontos tudni, hogy az érvényes rendelkezések szerint az első két szakma megszerzése ingyenes. A jelentkezés feltételei között szerepel a legalább tíz osztályos végzettség. Ez azért fontos, mert közismereti tartalom nélkül indul el ez a képzés, és akinek már van egy szakmája, vagy legalább tíz osztályt az előzetes tanulmányai alapján elvégzett, ők tudnak a közismeret nélküli képzésbe becsatlakozni. A jelentkezési lap elérhető az iskola honlapján. Ezt kell kitölteni, majd visszaküldeni február 1 a képzés kezdetéig lehet jelentkezni. Pápaváros önkormányzatának egyesített szociális intézménye, család és gyermekjóléti szolgálata a Teótól lovagrend december 17-én érkezett bébiétel adományából csütörtökön városi osztást szervez a pápai lakcímmel rendelkező 4-10 hónapos korú és 10-36 hónapos korú gyermekek részére. Az osztás ezúttal is a Spartakusz pályánál lesz. A szolgálat munkatársai kettőféle csomagot állítottak össze, amelyek mindegyike rendkívül értékes. Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI intézmény vezetője elmondta, legutóbb 30 raklap bébi ételt kaptak a lovagrendtől, amely 24 millió 200 ezer forint értékű. A kis csomagnak az ára az 45.676 forint, a nagy csomagnak az ára pedig 31.870 forint. Ebből a, az ételadományból még az ünnepek előtt, közvetlenül karácsony előtti héten, egy hét hétfői napon a Városi Óvodák, a Három Egyházi Óvoda és a Vajda Márta Speciális Óvoda már egy nagyobb mennyiségű BB ételadományt kapott. Ez kimondottan a nagymesternek a kérése volt, hogy az ünnepek alatt az óvodákban még juttassuk el ezeket a BB ételeket. Wollstromer Herriet szakmai vezető felhívta az osztásra érkezők figyelmét, hogy saját tajkártyájukat, lakcímkártyájukat és gyermekük tajkártyáját, valamint lakcímkártyáját hozzák magukkal az átvételhez. Örömmel tapasztaltuk, hogy a megszokottnál is nagyon mennyiséget kapnak az ide látogató anyukák. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a kiskorcsoportba 10 darab különálló terméket kapnak az édesanyák, a nagykorcsoportos gyermekek pedig 7 terméket kapnak. Éppen ezért kifejezetten szeretnénk felhívni előre az édesanyák, az édesapák, a nagymamák, vagy bárki olyannak a figyelmét arra vonatkozólag, aki eljön csütörtökön az osztásra, hogy megfelelő méretű és trapabírótáskával rendelkezzenek, mert nem csak a mennyiség lesz nagy, hanem ennek azért bizonyosan súlya is lesz, és nem mindenkinek tudunk biztosítani sem ö, táskát, sem papírdobozt. Az osztás helyszíne ezúttal is a Fiumei utcai Spartakusz pálya lesz. Az osztás január 19-én 8 és 12 óra között zajlik. Holnap is szükségünk lesz az esernyőkre, jöjjenek a részletek az időjárásról. A pápai MH47. bázis repülőtér meteorológiai csoportjának előrejelzése szerint kedden kezdetben változóan felhős idő várható, majd délutántól ismét borult lesz az ég. Csapadék eső és zápor formájában késő délután és este valószínű. A gyenge délnyugati szél késő délután délkeletire fordul és megerősödik, az esti órákban egy-két élénkebb lökés is előfordulhat a hőmérséklet 7-8 fokig emelkedik, este pedig 5-6 fok között alakul majd. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Pápavárosi Televízióban. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!